A tavaly októberi helyhatósági választások alkalmával kialakult a Csongrád megyei közgyűlés új összetétele is. A megválasztott képviselők pedig úgy döntöttek, hogy elnökük Kémes László lesz. Aki televíziónknak kiemelte, a megyei önkormányzat feladata 2013 óta az operatív programok lebonyolítása és a pályázatok koordinálása. Voltak olyan időszakok, ugye a 2010 et megelőzően, hogy az akkori nemzeti kormánynak az volt a hitvallás, hogy a települések egymással versenyezzenek, és ugye az erősebb település mindig nyert, a gyengébbek azok mindig vesztettek, és ezért alakult ki azt, hogy országon belül, de akár térségeken belül is nagyon nagy aránytalanságok voltak. Hála Isten, hogy 2010-től ugye kormányváltás történt, és a jelenlegi kormány már egy más stratégiát vall, és itt igazán a települések együttműködésére teszi a hangsúlyt, és itt is, mind megyei önkormányzat, én is, mint elnök pont az együttműködést ajánlotta meg a településeknek, hogy együtt sokkal könnyebb. Gémes László két jó hírt is megosztott velünk. 20 pályázatból ugyanis 16 már biztosan nyert, amelyeket nemrég bölcsödefejlesztésre nyújtottak be, így a Csanád Alberti 71 millió forintból, a Makói Szivárvány Református Bölcsöde pedig 270 millió forintból fejlődhet a jövőben. Ezen kívül egy komoly kerékpárút fejlesztés is kezdetét veszi, kövegy felül egészen mezőhegyesig mintegy 11,75 km út épül 1,1 milliárd forintból, amely így összeköti csongrád megyét Békés megyével. Ezen kívül pedig azt is kiemelte, a megye kitörési pontja a jövőben szintén a turizmus csak úgy, mint makón. Ebbe fontos szerepet szánunk most a megyei önkormányzatnak, hogy mindahogy a top forrásokat koordináltuk, úgy szeretnénk egy turisztikai koncepciót is létrehozni, ahova mind bevonjuk partnerként természetesen a településeket, hiszen ők a fő célpont. A települések lesznek ennek a haszonélvezői is, hiszen ott fognak aludni majd a turisták, ott fognak a boltban vásárolni, ott fognak szolgáltatásokat igénybe venni, ott ezek a vállalkozások természetesen ott fognak helyben adót fizetni, és az önkormányzat ebből a befolyt forrásokból tudják az életminőséget javítani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos közös cél, és ennek mindent meg fog tenni a megyei önkormányzat, hogy ez segítse. A beszélgetés végül a mezőgazdaság jelenlegi helyzetének elemzésével zárult, amely kapcsán Gémes László hangsúlyozta, nagyon fontos az ágazat megfiatalítása, a megfelelő szakképzés, és kitért a kormány által indított öntözésfejlesztési programra is. A teljes beszélgetést ma este a híradó után tűztük műsorra.